Most annak kapcsán, hogy az egész világ bele van örülve a húsvétozásba, ugye magyarul húsvét, angolul meg Easter, ami ugyancsak, mert az angol szászok azt mondják, nem, hát a magyarokkal ellentétesen nincs annyira meghamisítva az idegen országok bibliája, mint a magyar biblia, a Károli Gáspár Sátán fajzat által, hogy hát húsvétnak van fordítva, és hogy, mert hogy az angolban nem arra utal, hogy hát újból húst kell venni magunkhoz, vagy vehetünk húst a 40 napos Tammuz, vagy a Nimródnak a gyászolása után. És, de ugye az Eastern, hogy Easternek nevezik angolul a húsvétot, és csak héberül, vagy héber a rámi nyelven volt, azt hiszem, mi is a héber a rámi eredeti nyelven a húsvétnak a neve? Vagy nem a húsvét, a Pészak az a, most nem tudom, hogy a Pészak az a kenyerek, a kovásztalan kenyerek ünnepe? Az a bárány leülése, én úgy emlékszem. Igen. Hogy mekkora becsapás ez a kereszténység és vele együtt az ünnepei. Ugye most is a híradók, a hírműsorok külföldön is, meg Magyarországon is tömve vannak ezzel, hogy fú, hát a Covid-járvány, hogy tönkretette a belkereskedelmet, meg a külkereskedelmet, meg a turizmust, meg a mindent, és hogy most meg ennek ellenére, hogy milyen nagy csoda történt, hogy már egy-két hónappal ezelőtt már a szállodák, meg a motelok, meg a minden már tömve volt, meg a wellness helyek tömve voltak, és hogy milyen nagy csoda ez, hogy húsvétra, ugye, meg Easterre, ez az Easter, ez különben is az Istárhoz. Ja, igen. Tehát Semiramis Nimród feleségének, prostituált feleségének nem is tudom, melyik ország változata, melyik kultúra változata, mert ugye Közel-Keleten, Szíriában és Perzsiában, Görögországban minden saját nyelvükön nevezték. Igen. Tehát Istár, Astarót, az angoloknál Easter, ami ugyanúgy Istárhoz vezethető vissza. Szóval, hogy becsapják magukat, hogy elhitetik, hogy semmi köze ahhoz, amiről beszélnek azok, akik valójában rájöttek arra, hogy a kereszténységet egy bizonyos népcsoport hozta létre az egész világ leuralására. És hogy úgy tűnik, hogy a kereszténység, tulajdonképpen a világ és a benne látható bűnök kompenzálására lett létrehozva, hogy hát a világ bűneiből kihívják az embereket Istenhez, a kereszténységbe, hogy hát megszentelődjenek, megigazuljanak. De hogyha megnézzük a kereszténységnek a tanait, a tizedfizetéstől kezdve a húsvétig, a karácsonyig, a Szent Szellem betöltekezésig, meg az összes többi, ez mind kereskedéssel van összefüggésben, ugye. Szóval, és a János jelenések könyvében, hogy azt mondja, hogy az első fennevad, ami a földből jön fel, vagyis vadállat, az első vadállat, ezzel is Isten bizonyítja, hogy sokszor beszéljük az írás alapján Mózes könyvéből, hogy Noénál, ugye tiszta és tisztátalan állatokat kellett a bárkába bevinni. Tehát sok más példa, meg szimbolikus kép, meg leírás bizonyítja azt, hogy Istennél ez a szimbólum az Isten igazságával megjobbított, megigazított, megszentelt embereket szimbolizálja, ugye a tiszta állatok, a tisztátalan vadállatok pedig szimbolizálják azokat, akik nem hajlandóak elfogadni Isten igazságát, ami által meg akarja őket menteni, és nem akarják magukat alávetni saját maguk jó felfogott érdekében. Tehát a javíthatatlan, taníthatatlan, és ugye nagyon könnyű beleesni abba a hibába, hogy elhisszük azt, hogy a kereszténység az nem a vadállat, nem a fenevad vadállat, a taníthatatlan vadállat, mert ugye az Bibliát olvas, tehát kapcsolatba került az Isten igazságával, és Isten szerint élnek,
a keresztények, és én is, mikor keresztény voltam, sok évtizeden át elhittem azt a hazugságot, hogy hát én, nekem már minden oké az Istennel, már jó baráti viszonyban vagyok vele, mert nem veszek részt a világ bűneibe. De becsaptam magamat, hagytam magam becsapni a vallási vezetőktől, mert ugyan lehet, hogy nem járok paráználkodni, lehet, hogy nem járok betörni, lehet, hogy nem árulok drogot, vagy nem fogyasztok drogot, vagy nem striciskedek, vagy nem prostituálkodok, de ugyanakkor lelki értelemben ugyanazokat a bűnöket követem el, amikor elfogadom a kereszténységnek a tizedfizetés hamis tanát, a lábmosás, az úrvacsorázás hamis tanát, és a teljesen illegitim gyakorlását, hogy annak az jelszava alatt, hogy hát ezzel ápolunk jó kapcsolatot Istennel, és így már akkor meg vagyunk igazolva, meg vagyunk szentelődve, mert nem a világ bűneit cselekeszünk, hanem a kereszténység liturgiáit, ami, ha megnézzük az írást nagyon alaposan, akkor ezek mind ellentétesek az Istennek az igazságával, parancsolataival, igaz? Szóval a kereszténység ugyanúgy vadállat, fenevad, de egyben hamis próféta is, mert az igazi próféta Istentől az Isten erkölcse felé ösztönzi az embereket, felhívja a figyelmét az embereknek arra, hogy súlyos bűnökben vagy, mert Isten parancsolatai ellen vétesz. És a gyere, ismerd meg az Isten igazságát és abban levő parancsolatokat, hogy megmenekülhess az ítélettől. Tehát az Istentől való próféta erre tanít, a hamis próféta pedig minden másra tanít, csak hogy ezekkel ne foglalkozz. Tehát, pontosan, mert a hamis próféta az Ószövetségben is azt tanítja, hogy békesség. Békesség. Pedig nincs békesség, igen, mert az emberek bűnökben élnek, és a hamis proféták mindig azt mondják, békében vagyunk, minden rendben, békesség, Isten szeret minket, nem fog megbüntetni, mi meg vagyunk igazulva, tehát hazugságokat proféták. Békesség van Isten és ember között. Igen. Ugye, mint Jéhú, amikor közeledett Jéhú Jézabelhez, és akkor Jézabel kikiabált a toronyból, hogy hát békességes-e a te érkezésed? És Jéhú mit válaszolt? Mit, nekem veled való békesség? Ja, nekem Istennel kell békés baráti viszonyban lenni, az engedelmesség általam nem a neked való szótfogadásra kell törekednem, hogy veled békességbe éljek azért, hogy engem is lenne gyilkoltassá, mint ahogy a Jézabel legyilkoltatta a Isten prófétáit, mert nem fogadtak szót az ő általa eltartott és ő általa hivatalba állított Baál papoknak, ugye? Igen. Szóval ezért is ez a béke és biztonság, tehát tulajdonképpen nagyon jó, hogy ezt behoztad, ezt a békesség, mert ugye ez is a világnak a megvezetése, most csak így kitérőleg nem erről akartunk beszélni, hogy itt is tulajdonképpen ez is szimbolikusan kell értelmezni ezt a jelenések könyvében említett, amikor halljátok, azt mondják, hogy békesség és biztonság. Ez talán nem is ott van egyébként, csak mondom, hogy ez valamelyik páli levélben van. Ja. Megkeresem, de mondjad nyugodtan tovább csak. Vagy lehet, hogy az evangéliumokban is, hogy lehet, hogy a Szentlélek, a vérével fizető Szentlélek az, aki azt mondja, amikor halljátok, hogy békesség, biztonság, akkor hirtelen jön el a veszedelmük. És tehát érdekes ez, mert ugye ez is látjuk a világban, hogy mindig, amikor a politikusok beszélnek, akkor mindig, hogy békességre kell törekednünk, a béketárgyalások, a béke így, a béke úgy, és a békét csak fegyverek vásárlásával lehet szavatolni, és a biztonságot. Tehát tulajdonképpen nem arról van szó, hogy Isten előre jelezte ezt, hogy majd amikor látjátok a híradóban, hogy arról beszélnek, hogy békesség meg biztonság. Megtaláltam egyébként Tesszalonika. Mondjad. 1 Tesszalonika 5-6. 5-3, bocsánat. 1 Tesszalonika 5-3. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. És máshol Ézsaiásban ír, de ez más jelentésű, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. Népen békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Na és akkor az 1 Tesszalonika, amikor azt mondják békesség és biztonság, ugye a hazugok, a hamis proféták azt mondják, hogy
Isten népe vagyunk, mi biztonságban vagyunk, Isten hajlékában, a biztonság sátrában, gondtalan nyugalomban vagyunk, akkor hazudnak, mert a hamis proféták a bűnökben élő embereknek ilyeneket profétálnak. Ugye, és mennyire ide vág ez, de jó, hogy ezt felhoztad, mert ugye a Jelenések könyvében van az is, hogy a filadelfiai gyülekezethez, mikor beszél Isten a megváltón keresztül, aki az olyan angyalán keresztül elküldte Jánoshoz ezeket az információkat, hogy mikor beszél a Philadelphia, ez a hét kis-ázsiai gyülekezethez és a vezetőihez, és akkor azt mondja a filadelfiainak, azt hiszem, hogy azt teszem, hogy azok, akik zsidónak vallják magukat, de hazudnak, mert nem azok, hanem a sátánnak a zsinagógája, ugye, tehát itt is a Radicsics sátánfajzat Károli Gáspár az ő főnökeinek a fizetéséért a vatikáni jezsuitáknak, a pápaságnak az eltartásáért jó meghamisította bosszúból a Bibliát, hogy az ő három gyerekét elvitte a járvány, és ezért önként áldozta fel magát a sátán földi helytartójának, biblia hamisítóként, hogy itt nem a zsidó szót kellett volna használni, mivel hogy a zsidó szó az egy új keletű szó, tehát az nem volt ismert az Ószövetség idején, sem az Új Szövetség idején, mert ugye a zsidók azok, az egy teljesen más népség Kazáriából, akik csak megtanulták a nyelvet, és ugye követeket küldve Palesztina területeire rabbikat vittek magukhoz, vesztükre, megtanították magukkal mi az ő sátáni szent könyvük, a Talmud hazugságait és az eretnekségeket. Tehát és ők az ő nevük, az ő gyűjtőnevük az, hogy zsidók. Tehát ezek nem az Ábrahámnak és a Jákobnak a testi leszármazottai, akiket izraelitáknak nevez az Ószövetség, meg az Új Szövetségben Pál, mert ugye az izraeliták azok az a népség, az az etnikum, akik Ábrahámnak és a Jákobnak, akinek az engedelmesség miatt Izrael nevet adta Isten, ugye? És hát nyilván, hogy akik őtőle az ő ágyékából származnak testileg, azok a testi izraeliták. Tehát, és Izrael az azt jelenti, hogy az engedelmességével Istent dicsérő, Istent tisztelő ember. Tehát az Izrael szó az ezt jelenti, hogy az engedelmességével Istent szerető és Isten nevére dicsőséget hozó. Ezt jelenti az Izrael. Tehát Ábrahámnak és Jákobnak a leszármazottai ugye elvesztek, mert nem hoztak semmilyen dicsőséget, hanem annak volt egy kicsiny maradéka, akik megtartották a Mózesnek és a profétáknak való szótfogadás, és utána pedig, mikor megjelent a megígért mag, a hamisíthatatlan, korumpálhatatlan mag, a Szent Lélek Krisztus, aki a vérével fizetett az Istennek a nyájáért, az apostolok 20-28 szerint, ugye ez a kicsiny maréknyi maradék, ezek a testi és a lelki leszármazottai, tehát igazi izraeliták, ugye? Amikor a Szentlélek meglátta Nátanáelt, és akkor mondta, hogy hát íme egy igazi izraelita, akiben nincsen bűn és fogyatkozás. Igen, ugye? Igen, azt írja a Biblia programa, Izraelre nem tágít Istentől, álhatatosan kitart Istennel. Így van. Aki mindvégig kitart, az üdvözül, az izraeliták üdvözülnek. Igen. Szóval sokkal fontosabb lelki izraelitának lenni. Pál apostol is megerősíti ezt, meg az Istennek az összes ide vonatkozó kiárasztott igazsága, információja,
hogy Pál is azt mondja, hogy nem azok az Isten szemében az igazi izraeliták, akik a testüket körülmetélik, hanem azok, akik szót fogadnak az Isten, a Mózes, a proféták, és a megváltós, az apostolok és az egész Biblia, Ószövetség, Újszövetség erkölcsi parancsolatainak, ugye? Szóval, aki körülmetélik az akaratot, a szívüket, az akaratukat, az Istennek az igazságával veszik körül, nem pedig liturgiákkal, mint az Ószövetségben, ugye a testi izraeliták, akik mindent csináltak, csak engedelmeskedni nem engedelmeskedtek Isten parancsolatainak, utasításainak. Szóval, itt a Károli Gáspár Radicsics hamisító antikrisztus sátánfajzat szándékosan fordította a jelenések könyvében ezt az igeverset, ami arról szól, hogy hát akik zsidóknak vallják magukat, de nem azok, hanem a sátánnak a zsinagógája. Tehát itt a kereszténységről beszél, mert a kereszténység mondja azt, hogy ő a Biblia olvasásával és a különféle ismereteknek a megszerzésével ők Isten dicsőítik. Meg főként azért, mert Pintér Bélát, meg Hillsongzot, meg Hídgyülekezet dicsőítő zenekarának a dicsőítéseit hallgatják, azt énekelgetik. Szóval, és milyen nagy ellentmondás, hogy vannak, akik azt mondják, hogy kijöttek a kereszténységből, ugye, és mégis a Facebookjukon, meg a YouTube csatornáikon, például a pünkösdista Pintér Bélának a zenéit mutogatják és osztogatják, hogy ez milyen csodálatos, három az egyben, meg az összes többi. Szóval, hogy mekkora meghasonlás az önmagukkal azok részéről, igen, akik azt mondják, hogy kijöttünk a kereszténységből. Tehát a román székely erdélyi Bodó szekta is ugyanúgy a keresztény dicsőítéseket hallgatják. Igen. Pintér Bélával az élen, mint ahogy a Rózsa Edit Angliából. Ha én már kijöttem a kereszténységből, dicsőség a mennyei atyának és az ő Krisztusának, és közben a Facebookon pedig a Pintér Bélát mutogatja. A Pintér Béla az úgy néz ki, olyan hatást kelt számomra, mint egy kábítószeres. Tehát egy borzasztó, nem egy olyan ember, akiről példát akarnék venni, hanem inkább messzire eltávolodni tőle, még csak rá se bírok nézni. Nemhogy még ezeket a dalait hallgatni, hogy a fejembe ezt bemásztan, és akkor beprogramozzon vele. Hát a gyerek dalok, amiben már ugye a kisgyerekeket programoznak, tehát hogy a három az egyben, tehát a Szent igen, Háromságra. Mondja valaki, hogy nincs közel a katolikus egyházhoz, nincs titokban, a háttérben, nincsen közel hozzá. És ugye képmutató szülők, akik azt mondják, hogy kijöttünk a kereszténységből, semmi közünk a kereszténységből, a Krisztus és az jó atyánk megszabadított a kereszténység. Azért, mert nem ünnepli a karácsony, meg nem ünnepli a húsvétot, meg mit tudom én, tehát ezek, de egyébként az összes tanításuk keresztény. Így van. Rejtett kereszténység. Igen. Rejtett kereszténység. Ugyanazt a technikát alkalmazzák, sátánnak a technikáját, amit ugye Luther alkalmazott akkor, amikor kitette az ellenállási pontjait a katolikus egyház ellen és a pápaság ellen tüntető. Igen. Nem is tudom, 95 pontból szóló tételeit kitűzte talán a Wittenbergi székesegyháznak a kapujára, azt hiszem, vagy most nem tudom, hogy... Hát igen, ennek könnyű utána nézni. De nem is az a lényeg, hanem hát ugye Luther is azt hangoztatta az embereknek, akik elkezdtek kiáramlani a római katolikus egyházból, hogy majd ők maguk megkeresik a Biblia alapján az Istent, egyből az élükre állt, és azt mondta, hogy hát igen, én kijöttem a kereszténységből, ki a katolikusságból, gyertek, mert én több évtizedes kutatásba vettem részt, csak azt már nem árulta el, hogy ezeket az ismereteket ő ugyanúgy a római kereszténységnek az iskoláiból szerezte több évtizeden keresztül. Tehát eszméletlen ismerettel rendelkezett, és tudta, hogy kell csűrni, csavarni igen, a Bibliát. Hát ez a hazugság olyan, mint a kaméleon. Tehát mindig a megfelelő igényekhez, társadalmi változásokhoz szabja magát ez a sok hazugság, és
mint a kaméleon átváltoztatja magát a környezetéhez, de ugyanaz marad valójában hazugság. És tehát azok, akik azt mondják, hogy kiírtak a kereszténységből, ugye vannak a legfőbb szószólói neki a YouTube csatornákon, ha alaposan szemügyre veszed azt, amiről beszélnek, és azok az ismeretek, azok ugyanúgy misztikus ismeretek, és ugyanúgy hordozzák továbbra rejtetten a kereszténységnek a tanai. Tehát ahogy Luther tovább vitte a gyerekkeresztséget, ugye, ami a katolikus egyházban, a kereszténységben, a gyerekkeresztség, meg a keresztség, tehát a vízzel való keresztrajzolás a homlokra, az tulajdonképpen a római uradalomhoz való alávetettséget jelenti. Tehát ez egy üzleti tevékenység, a kereszténység és főleg a római kereszténység, hogy ugye amikor elfoglaltak egy országot, akkor rájuk kényszerítették az emberekre, hogy csak akkor részesedhetsz a római állampolgároknak kijáró privilégiumokba, mint a, mit tudom én, járhatsz a cirkuszi játékokra, ingyen kaphatsz majd kenyeret és bort, és egyéb dolgok. Tehát csak akkor részesedhetsz ezekből, hogyha felveszed a római állampolgárságot. Az pedig azzal történik, hogy elmész a helyi plébánoshoz, és megkeresztelteted magad, tehát keresztet rajzoltatsz a homlokodra szentelt vízzel, így bekerül a neved a kartotékrendszerbe, kapsz egy keresztnevet, és ezzel elismered, hogy te a római pápának vagy a gyereke, a római pápának vagy a kreálmánya, és ő az, akinek az utasításait követni fogod egész életeden keresztül. Szóval ennyire egyszerű az egész. És tehát ezért vitte tovább például Luther sokak megrökönnyedésére egyébként ebben az akkori forradalminak tűnő megmozdulásban, amire aztán rátették a pecsétet, az új csomagoló papírt a katolikus, római katolikus kereszténység helyett, már ugye a református egyházat hozták létre, azt hiszem, hogyha jól emlékszem. Igen, én is úgy tudom. Szóval nem történt semmi, csak a tömegeknek ugyanúgy a pápa hatalma alatt tartása történt, azzal, hogy megtartotta a gyerekkerességet, és másban, tehát, hogy nem térdelünk le a Szűz Mária szobor előtt, nem tesszük ezt és azt a római keresztény törvények, egyházi törvények szerint, ezzel már nem foglalkozunk, tehát nem veszünk részt nyílt bálványimádásban, hanem tulajdonképpen a gyerekkeresztséggel, hogy továbbra is szavatolják azt, hogy utánpótlása mindig lesz a római kereszténységnek azzal, hogy már a református egyházban is a gyerekeket beiktatják a római rendszerbe a vízkeresztség által. És ezért ugye később, amikor már évszázadokkal később létrehozták a baptista egyházat, ugye amikor már kezdett megfenekleni a reformáció, az református egyház, az emberek kezdtek mögé látni, hogy itt is ugyanazok azok a lopások, korrupciók, csalások, hazugságok, eretnekségek folynak, mint a katolikus egyházban, és ezek az emberek elkezdtek kifelé jönni, és ösztönöztek másokat is, hogy ez is tulajdonképpen csak csapdába kerültünk, mert hittünk a Luthernek, aki ugyanúgy vatikáni agent, a pápának az agentje, beépített ügynöke. És akkor megint az élükre állítottak egy szemét, ugye, aki által létrehozták a baptizmust. Tehát ott sem történt semmi más, csak már a bálványimádást finomították, hogy nem cselekedetekkel a szobroknak való tiszteletadás, meg az ennivaló hordás, meg a virághordás ugye a szobroknak, meg a keresztvetés elmaradt, ezért elhitték az emberek. Hát, hogyha már nem imádom a szobrokat, nem tisztelem őket, nem hordom a kaja áldozatot, meg az étel áldozatot, meg a pénz áldozatot, meg nem vetek keresztet, és már nem hiszünk a gyerekkeresztségben, mert ezért hozták létre a baptizmust, hogy hát ugyan
nem úgy zajlik az egész majd, amikor a kisgyerek megszületik, és 8 napos korában, vagy nem tudom hány hetes korában elviszik a helyi plébánoshoz, vagy a paphoz, és akkor keresztet rajzolnak szentelt vízzel, hanem már burkoltam, már úgy történik a bálványimádás és az eretnekség, és a római kereszténység álcázott szervezetéhez való tartozás, hogy egész egyszerűen csak vízbe merítenek. Ugyanis most nem térünk ki rá, de egy későbbi alkalommal a kereszténység hamis tanításainál majd azért beszélünk róla újból és újból, hogy a vízkeresztség is mekkora ellentmondás és igazságtalanság a Krisztus és az apostolok beszédeivel és parancsolataival szemben. Mert ugye a bibliai keresztség, a vízkeresztség vagy a merítkezés, ugye az a, úgymond a Jézus nevére, magyarul rossz fordítás szerint a Jézus nevére való bemerítkezése az embernek. Az a fajta bemerítkezés, amit ő csinált, hogy a Jordánba merül bele, nem azért, hogy a bűneit lemossa, hanem azért, mert a Jordán szimbolizálja Istennek a magasabb rendű igazságait, ami üdvösséget hoz valakinek, a szót fogad valakinek, ugye? És mivel, hogy a megváltó az Isten igazsága, tehát ezért az ő neve, az egyik neve a sok közül, Isten igazsága, igazság. Szóval a Jézus nevére való, vagy a Krisztus nevére való keresztelkedés, az nem más, mint az ő általa közzétett tanításoknak a tudakozása, annak a megjegyzése és elfogadása, és az annak való szótfogadás. Tehát amikor az apostolok idejében ugye ott volt a Pál apostol találkozott merítő Jánossal, akkor azt mondja az írás, hogy hát bemerítkeztek a Jézus nevére. Tehát Pál apostol megtanította őket az evangéliumokra és az apostoloknak a leveleiben szóló utasításokra. Szóval az Isten neve, amikor mondja, hogy hát a fenevad, a földből feljövő fenevad és a tengerből feljövő fenevad, hogy adaték neki nagyokat szóló száj, és kármolja az Istennek a nevét. Tehát nem azt kell arra érteni, hogy hát szidja a Jehovát, meg a Jahvét, meg a Jihávéhát, meg a Jahuát, meg a Jézus nevét szidja, egyáltalán nem, hanem allegorikusan az azt jelenti, hogy olyan dolgokat tanít, amik az Isten igazságaival és utasításaival, parancsolataival az adott korszakban, amiben élünk, ellentétes utasításokat ad és tanít, és ráveszi az embereket, hogy azokat cselekedjék, higgyék el, hogy azáltal Istennel kapcsolatot lehet ápolni, ugye? Mm-hmm. Szóval most nem megyünk ebbe bele, de érdekes és nagyon izgalmas téma ez is tulajdonképpen. És ezért hozták létre a baptizmust is. A baptizmus is ugyanúgy egy nagyokat szóló káromlásokat, Isten igazsága ellen szóló káromlásokat szóló része a vadállat rendszernek, a kereszténységnek. És tehát mindig ami hasonlít az Isten igazságaira, olyanból hoznak létre ilyen tanokat, és gyakoroltatják az emberekkel, és azáltal elhitetik az embereket, hogy ha ezt gyakorlod, akkor már rendben vagy az Istennel. És ugye, tehát ez a húsvét dolog, hogy most Nimrodot vagy Tammuzt gyászolják, amiért a vaddisznó, az egyik fálma szerint ugye a vaddisznó gyilkolta meg Tammuzt a vadászatkor, a másik fálma szerint meg Szemiramisz megmérgeztette Nimrodot, hogy most valójában melyikről van szó, tök mindegy, de ez, hogy nem véletlen, hogy húsvét nevet adta a római kereszténység, a húsvét nevet adta ennek az általuk gyakorolt ünnepnek, az se véletlen, mert ugye az izraelitáknak adott utasítás szerint, ha ezt angolra fordítjuk, akkor Passover. Ez azt jelenti, hogy valaminek az elkerülése, vagy valamitől való megmenekülés, ugye? Ha ezt magyarra fordítjuk, a Passover-t, akkor ennek azt a fajta nevet kéne magyarul adnunk, hogy megmenekülés az ítélettől. Tehát semmiképpen sem húsvét, és ez a húsvét, ugye, hogy miért pont ezt választották a keresztény vezetők, már onnét Konstantintól fogva, akire
a János jelenése könyvében a fehér lóval ülő, ugye, nyilat a kezében tartó egykoronás lovas szimbolizálja ugye Konstantint és az általa létrehozott kereszténységet. Hogy miért a húsvét nevet választották? Szóval ebből is látszik, hogy akik létrehozták a kereszténységet, azok nagyon-nagyon jól ismerik a Biblia szimbólumrendszerét. Miért nem banánvételt, vagy almavételt, miért nem halevést, szimbólumot használtak, miért húsvét, húsevésnek az újra alkalmazását választották a névnek, az ünnep nevének, ugye? Mert a Bibliában a húsevésnek nagyon fontos szimbolikus jelentése van. Ugyanis van egy parancsolat, amit Isten az ő élő igazsága a vérével fizető Szentlélek által parancsolt meg, mint a zsidóság, vagy bocsánat, az izraeliták mózesi vallásából kijövő izraelitáknak, szándékosan nem akarok zsidó nevet használni, mert a zsidó az a kazáriai népségnek az újkori neve. Tehát a zsidó szó az nem volt ismert még az apostolok idejében sem, hanem az izraeliták, testi izraeliták. És ugye a Bibliában a megváltó, aki ízig-vérig szintiszta izraelita volt, lelkileg is és testileg is, mert lelki szinten ő volt az, aki a leginkább engedelmes volt az Isten parancsolatainak, amit Mózesnak, a profétáknak, Ábrahámnak és Izsáknak adott, azt ő mind maradéktalanul végrehajtotta, engedelmeskedett neki. És ő rajta keresztül, ő nem csak a vérével fizető Szentlélek, hanem Istennek az igazsága, az élő igazsága, aki a cselekedetével, a beszédével és a viselkedésével mutatta be egész pontosan, hogy a mutatott példát, hogy Isten hogyan várja el, hogyha valaki tőle kegyelmet akar kapni, akkor hogyan kell viselkednie, gondolkodnia, cselekednie, élnie, éreznie. És ő rajta keresztül adta azt a parancsolatot az utolsó vacsoránál, mint az izraelita tanítványainak, mind azoknak a pogányoknak, akikhez elküldte a tanítványait, azt mondta, hogy egyétek az én húsomat, az én testemet, igaz? Ezzel azt parancsolta meg, hogy senki másnak a húsát ne együk, hogyha üdvözülni akarunk, és Istentől bűnbocsánatot akarunk kapni, hanem kizárólag csak az ő húsát, mert ő az Istennek az áldozati báránya, igaz? Az Ószövetségben, ugye, amikor megáldozták az állatot, közösen el kellett fogyasztaniuk. Ezzel azt fejezték ki jelképes beszéddel Isten felé, hogy mi csak az Istentől küldött messiástól fogunk tanulni, csak az ő igazságait fogjuk tanulni, és csak neki fogunk szót fogadni, ugye? Ezért például az antik világ, ugye a médek, perzsák, egyiptomiak, babiloniak, főként a görögöknél, ugye ez nagy divat volt, hogy disznót áldoztak az ő kitalált ünnepei, vallási ünnepeikor, és kifolyatták a vérét a disznónak, együtt megitták a vért, és együtt megették a disznónak a testét. Tehát ez a gadarai történet, bocsánat, nem a... De, a két de gadarai. Igen, ugye, ez a két gadarai egy Zeus templomnál szorgoskodtak, dolgoztak, igen. És a görögök, azt hiszem a görögöknek ugye ez a vallása, tehát ők ezt gyakorolták, és ezért tartottak ők, két legeltettek ott, ők voltak a pásztorai a 2000 disznónak, ugye? És mert ezeket az áldozati disznóáldozat, az Zeusnak való disznóáldozat bemutatására tartották fönn. Ugye? És amikor ott összegyűltek, akkor elvágták a disznó nyakát, mint a disznóvágáskor. Még a magyar kultúrában is a mai napig divat ez, hogy disznóvágáskor fölfogják pohárba a disznónak a vérét, és együtt ott, akik ott vannak a disznóvágáson, megisszák a disznónak a vérét. Utána pedig, amit feldolgozzák a húst, együtt esznek belőle, együtt vacsoráznak. Tehát ilyen fajta módon
maga a disznóvágás is egy ilyen családra leszűkített vallási ceremónia sátának a világrendszerében. Most én nem arról beszélek, hogy, ezért, hogy bűn véres hurkát enni, mert ez a Jehova tanúinak a hazugsága, meg az összes többi. Tehát itt jelen korunkban nem az miatt fog valaki elkárhozni, mert mondjuk véres hurkát eszik, hanem azért, mert olyan hamis tanítóknak az utasításainak és tanításainak fogadnak szót, akiket nem Isten küldött. Tehát ez tulajdonképpen a lelki húsevés, a lelki húsevése annak a hamis tanítónak, akik az emberek tömegei hallgatnak, ugye? És ezért ismerik a kereszténységnek a vezetői, nagyon-nagyon jól ismerik a szimbólumrendszerét a Bibliának, ezért is találják ki a hamis tanításokat, hogy a hamis tanításokkal az igazi értelmezését, az Isten szerinti gondolkodásból való értelmezését a szimbólumrendszerek eltakarják, elnyomják, Igen. elfedik, hogy arra ne jöjjenek rá az egyszerű emberek, mert bárki, aki olvassa a Bibliát, ha a saját eszét veszi elő, és megtanul Isten szerint gondolkodni több igével, akkor ők nagyon jól tudják, hogy azonnal rá fognak jönni az emberek saját maguk is, hogy hazugságot tanít nekik a kereszténység és a kereszténységből kijött hamis tanítók. Pedig a sas is eledelt keres. Ezt is Isten arra használta, azért teremtette, hogy tanítsa rajta keresztül az embert, ahogy a sas keresi az eledelt, az emberek is keressék az igazi eledelt, az Isten igazságát, hogy ahogy a sas életbe akar maradni, úgy a lelki ember is akarjon életbe maradni, azáltal, hogy az ő igazságát keresi, tudakozza, megtartja, aszerint akar élni. És ez is bizonság az emberiség ellen, hogy még egy állat is tud engedelmeskedni Istennek jobban. Ezzel nem azt mondom, minden állat az Istennek engedelmeskedik. Szóval, amikor jön a húsvét ünnep, hús kötőjel vét, ez nem a székelyeknek az a ezotériából táplálkozó szer, Ja, igen. etet a szer. Nem, hát nyilvánvaló, hogy ebből a két szóból lett összetéve hús, mert a hússal függ össze, és a vét, Igen. hogy magunkhoz vesszük. Tehát Igen. ez egy összetett szó, Tehát ennyi. az antik világban gyakoroltatták, így avatták be az embereket Nimrodnak, meg Tammuznak a halálának a gyászolásába, a mai napon pedig lelki értelemben, tudat alatt így kódolják az embereket arra, hogy továbbra is ágyazódjanak be, és süllyedjenek bele a földi gondolkodásba, mert ugye minden feljegyzés, most statisztika arról beszél, hogy ilyenkor mennyivel több húst fogyaszt az átlag ember. A boltokban roskadozik a húskínálat, és az emberek óriási pénzeket, még hogy hogy nagyon drága, még így is rengeteget költenek a hús előteremtésre, boltba. Szóval a Jelenések könyvében azt mondja, hogy a földből fejlő fenevad arra tanítja az ő általa betanított és elhitetett embereket, hogy imádják a tengerből fejlő fenevadat, ami a világ emberisége, a világban zajló politika, pénzügy, vallás és a hozzáfűződő minden dolog, ami elhiteti az emberekkel, hogy ha szót fogadsz a világ vezetésének, ösztönzésének, akkor életben maradsz hosszú-hosszú ideig, és egészséges leszel, köztiszteletben elálló ember leszel, sokak elfogadnak, akár sok szolgád is lehet, vagy sok dolgozód lehet, hogyha vállalkozást hozol létre, jó nevű vállalkozó lehetsz, nagy nevű politikus lehetsz, vagy akár vallási kiképzett szakember is lehetsz ebbe a világba, tehát karriert érhetsz el. Ez az Isten szemében a kígyó szerinti gondolkodás, az alantas gondolkodás, az alsóbbrendű gondolkodás, mert csak azzal vagy elfoglalva, vagy a földi életed során jó menjen a sorod. Még azáltal is, hogy másokat hülyére veszel és lehúzol, olyan dolgokat vetetsz meg velük az általad betanított tévhitek által, amiből te meggazdagszol, ők pedig a szolgáiddá válnak. Ugye erről szól a hús vétele is, hogy maga ez a kép, hogy húst venni,
magunkhoz. Ugye ez a parancsolat a megváltótól, hogy az ő húsát együk. Ugye? De ehelyett az emberek, a vallási vezetők, keresztény vezetők, YouTube-os szekta hamis tanítóknak a húsát eszik azáltal, hogy tanulják a hazugságaikat, eretnekségeiket, ugye? Szóval a földből feljövő fenevad, a kereszténység, ez a nem Isten igazságával megszelídített vadállat, ez arra tanítja a híveit és azokat, akik egyébként nem nevezik magukat kereszténynek, de mégis tallóznak a hazugságaik a tanai között, hogy tartsd meg a húsvétot, nézd meg az egész világ most húsvétot, vagy Easter-t ünnepli az egész világban. És ez nem másról szól, csak arról, hogy ha világban élő ember vagy, mert a világban élő legtöbb ember nem vallja magát kereszténynek. De ugyanakkor mégis azt csinálja, hogy ezen a napon, amikor a kereszténység ezt a napot, ezeket a napokat ünnepli, a Jézusnak a megkínzása és meggyilkolása arra emlékezve, úgymond, ami hazugság, ugye a világban élő emberek is ilyenkor megállnak a munkával, az egész családdal együtt wellnessezni mennek, 1,000,000 forintot, meg 5000 dollárt, meg 10000 dollárt is képesek ilyenkor egy ilyen wellness hétvégére költeni. A kreditkártyájukról természetesen, mert Amerikában itt az embereknek, az átlag embereknek nincsen arra pénzük, hogy saját zsebükből 5-10000 dollár kitegyenek most egy ilyen wellness hétvégére az egész családdal. Most mindenki nyakig elárverezi magát, eladósítja magát a kreditkártya használattal, ugye? Ahogy hallom, Magyarországon is nagy divat a szép kártya, meg a nem tudom milyen kártya, olyan kártya használattal most menni kell wellness hétvégézni, és a kereszténység ugyanez. De hát ez valójában a felkent szabadító, megváltónak a megkínzásos meggyilkolásáról szólna ez az egész, amit a világ is ilyen módon ünnepel, meg a kereszténység is, ugye most körbehoz hordják a keresztet, meg a Jézus katonáit, fél órásan váltogatják egymást, hogy őrizzék a Jézust, meg a hagyományt, ugye meg az összes többi paganisztikus vallásokból összeszedett vallási elemek, liturgiák, amit ma gyakorolnak, arra hivatkozva, hogy hát most tulajdonképpen megemlékezünk a Jézusnak a megkínzására és a meggyilkolására. De abban senki nem gondol bele, hogy ha az ószövetségi izraelitáktól nem fogadta el már többi Isten a véráldozatot, az állatáldozatot, és egyéb ilyen dolgot, amit Mózes által megígért, mert már nem azért csinálták, mert komolyan megbánták a bűneiket, hanem csak azért csinálták már megszokásból, mert az apjuk, anyjuk, a nagyapjuk, nagyszüleik erre tanította őket, ugye, akkor ebből világosan látszik, hogy az emberek ma sem azért csinálják ezt, mert tényleg magukba szálltak és elképedtek azon, hogy hát beleolvasva a Bibliába, Isten rámutat a személyes bűneinkre, és ebben megrendülve olyan mély fájdalmat éreznek az emberek, hogy tulajdonképpen ezekért a bűnökért halt meg, kínozták meg és végezték ki az élet fejedelmét, a vérével az Isten nyájért fizető szent lelket, és ezért nekem kutya kötelességem reagálnom Isten szerint elkezdeni tudakozni az ő írott igazságában lefektetett információkat, amit kiárasztott, kiöntött az egész világ számára Isten a Biblián keresztül, hogy mik azok a dolgok, azok a gondolkodások, cselekedetek, érzelmek, érzések, tervek, amivel én is hozzájárultam, meg hozzájárulok ahhoz, hogy meggyilkolták az Istentől tanított és Isten által kiválasztott az izraelitáknak a messiását, ugye, a pogányoknak a megmentőjét. Nem erről szól ez az úgynevezett húsvét, hogy az emberek magukba szállnának, hanem elkezdenek liturgiákat az egyházak és a gyülekezetek és a szekták által kitalált liturgiákat elkezdik most gyakorolni. Körbe mennek a Jézus zászlóval,
most ostyát esznek, meg elmennek a Vatikánba és a Szent Péter téren, ugye meghallgatják a fővarázslónak, a főkolomposnak a hazugságait, Bergoglio pápának meghallgatják a hamis tanításait, és az emberek bevásárolnak füstölt sonka, füstölt sülök, a nagy húsvéti készülődés a boltokban, ugye az emberek nem baj, hogyha a fizetésig nem marad pénz, de most szokás szerint azt kell csinálni, amire a szüleink tanítottak, nagyszülők, vagy amire a világ, a környezetünk tanít most. A Nagy Zabálás című olasz-francia koprodukció. Tehát ebből is látszik, hogy a halnak bűzlik a feje, mert nem az erkölcsi megjobbulás, az Isten szerinti megigazulás, hogy eddig igazságtalanságokban éltem, a világ bűneiben, amire a világ tanít, a politikusok, a vallási vezetők, a pénzügyi szakemberek, bármi, ami a világból jön, a különféle filozófiák, a filozófikus gondolkodások, az antik világnak az ezoterikus és okkult, luciferi tanaiban való gondolkodás, vagy akár a kereszténységből az újjászületés és a lábmosás, vagy tizedfizetés, vagy vízbe merítkezés, vagy Szent Szellembe merítkezés hamis tana. Szóval senki nem gondol bele, amikor ezeket gyakorolják, hogy főleg ezeken a nevesített napokon, aminek meggyőződésem szerint az Istennek az időszámítása szerint, amit az izraelitáknak adott a holdhoz számítva, semmi köze ezeknek a napoknak, semmi köze az izraelitáknak adott parancsolathoz, hogy a holdhoz számított időszámítás szerint családonként üljenek össze, és vágják le a bárányt, és folyassák ki a vérét, fessék az ajtó félfára körbe, és utána pedig együtt tegyék meg a húsát a báránynak. Még csak nem is arról volt szó, hogy az egész Izrael, testi Izrael összes 12 törzsének egybe össze kellett gyűlnie a főtéren, és akkor ott leölték volna a bárányokat, és a vérüket megitták volna, és a húsát meg együtt közösen a nagy tömeg, 2-3 millió ember meg megette volna. Még csak nem is erről van szó a Mózesnek adott parancsolatokban. Mm-hmm. De ma viszont a gyülekezetekben és az egyházakban mennek az emberek, és együtt eszik az ostyát, meg együtt úrvacsoráznak, most tördelik a kenyeret, isszák a kupica bort. Aztán, aki most nagyon megindul a Jézus filmek láttán a tévébe, azok elmennek, csatlakoznak most egy gyülekezethez. Ugye? Na igen, ezt nagyon jól mondod, mert velem hasonló történt. Nem csatlakoztam ugyan gyülekezethez, de amikor benne voltam a hamis tanításban nagyon mélyen, ilyen ezoterikus dolgokban, és húsvétkor volt, hogy egyszer nagyon megbetegedtem, mindegy, és fölébredtem, éjjel rosszul voltam, és bekapcsoltam a tévét, és éppen a Barabás című filmet akkor kezdték, és én meg voltam győződve, nagyon megérintett ez a film engem, nagyon-nagyon megérintett, és ez nagyon régen volt, és a lényeg az, hogy én meg voltam győződve arról, hogy ez egész Istentől van, és hogy nem is tudom már, tehát, hogy teljesen egy ilyen csodának éltem át azokat az órákat, hogy nagy betegség, vagy mit tudom én, és akkor nem is tudtam, hogy mitől lettem beteg, és ott feküdtem lázban, és néztem azt a filmet, és mélyen megérintett, és pedig az a film is egy hazugság egyébként, mert a végén a Barabás ugyanúgy megigazul, mint a Krisztus, keresztre feszítik, Anthony Quinn játszik benne, és tehát most már tudom, hogy ez egy óriási nagy butaság. De hogy nagyon jól mondod, hogy én ez hasonlót átéltem, és ugyan nem tértem meg a gyülekezethez egyikhez se, de azért ott tartotta a figyelmemet, ezen a vonalon, a keresztény vonalon tartotta a figyelmemet. Ugye? Igen. Tehát a két fenevad, a földből fejlő vallási, világvallási, és főként keresztény vonal, ugye, aki nem az Isten igazságával van meg szelidítve, hanem sátánnak a hamis tanival, hazugságaival, ma meglődözve a kereszténységben levő embereknek, és belőle kijöttünk a kereszténység szektákba, de sátánnak a hazugságai, nyilvesszőveivel van meglődözve az embereknek az elméje, és
Ez arra tanítja az embereket, hogy most költsél, húsvét közeleg, vásárolj be, vegyél rengeteg húst, és a húsvéti recepteket most, meg a vegyél sok tojást, üljetek le a családdal tojást festeni, dugdozzátok el a tojásokat a gyerekeknek, ezekbe a kulturális ezekbe vegyél részt. A húsvétről szól ma az egész világ, de egyetlen egy olyan műsort nem láttam, ami arra ösztönöz, hogy vedd elő a Bibliát, és 2-3 igével olvasd magadnak, és igyekezzél megérteni, ami abban van, és azt érvényesíts magadra. Így van. Ugye, mert a legtöbb ember álmot láttam, és hogy figyelmezteti a sok-sok embert, de magát a benne levő figyelmeztetésekre nem figyelmezteti, hogy hagyjak fel a bűneimmel, a hazugságaimmal, ugye? Tehát mindig, amikor ezek az álomlátok jönnek, hogy álmot láttam, és ez volt, égett a fal, és azt mondta a proféta, ne mondjam el senkinek, de ennek ellenére mégis elmondta, a világgá kürtölte a YouTube-on keresztül. Tehát ezek a látszik, hogy mennyire sötétek a székely emberek, az erdélyiek, hogy megmondta neki a proféta, hogy álomban, hogy ne menjen oda, és hogy ne beszéljen erről, ne mondja el senkinek, mert elkezdődött az ítél. Tehát ez az asszony nem magára kezdte érvényesíteni az álomban látottakat. A kereszténységet arra találták ki, hogy az embereket, akik kezdenek gondolkodni a világban való szenvedésük miatt, hogy mi ennek a sok igazságtalanságnak az oka, nehogy rátaláljanak az Isten szerinti magyarázatra, ezért találták ki a kereszténységet, hogy igen. Majd a kereszténység, gyere be a kereszténységbe, úgy, ahogy vagy, ugye a pünkösdistáknál, úgy, ahogy vagy, az utcáról, gyere így, Isten elfogad úgy, ahogy vagy, igen. És meg az összes többi hazugság, és ugye ezeken a napokon ugye kimennek evangélizálni, és a Jézus filmektől láthatott emberek, akik szenvednek, nehézségben vannak, ugye, igen. Fölcsillan a szemük, és elhiszik, bekapják ezt a csalit, igen. Sátának, a horgászainak ezt a csaliát, és ráakadnak a horgaikra, mert érzelemtől át vannak fűtve a Jézus filmekkel, bizony. A Hollywood által, ráadásul Hollywood, tehát Babilonnak a show műsorának, a filmgyárának, ugye Hollywood, a varázspálca, igen. Hollywood igen. Varázspálcát jelent, tehát az ő filmműhelyeikben készült Jézus filmek, ugye, ha a Biblia mellé rakod ezeket a filmeket, ráadásul nagy vonalakban, hogy megöltek valakit, mert azt mondta magáról, hogy Isten fia vagyok, tehát ebben a dologban egyezik, de a benne levő rejtett kódok, amik teljes mértékben ellenkeztek a Bibliának a kronológiájával, ugye ha az evangéliumoktól kezdjük nézni az evangéliumok végéig, egyik Jézusos film sem egyezik 1000%-ban az Isten teljes igazságával. Tehát akkor szabad nekünk nézni a Hollywood által a varázspálca, a Magic Wand, ugye által készített filmeket szabad nekünk nézni, akiknek Isten azt parancsolta, hogy csak az én fiam húsát egyétek. Hát, együk a filmgyártóknak a húsát, fogadjuk el a hazugságaikat a Jézus filmekbe. Hát nem szabad, mert hogyha még valamit jól is tudtunk, akkor az kioldja azt a programot, és akkor helyére teszi, mert így sokkal van. Több érzékszervünkben ott van ugye, hogy hallunk, látunk, meg gondolkodunk rajta, érzünk, tehát amikor filmet nézünk, sokkal erősebben hat ránk közvetlenül, tehát kitörölheti azt a programot, ahogy olvastunk valamit a Bibliából, és megtanultunk, felül tudja esetleg írni. Pontosan, pontosan. És ugye a másik nagy becsapása ennek, hogy rengetegen nézik a Jézusos filmeket, és elhiszik, hogy azért, mert Jézus filmet néznek, a Hollywood, a Magic Wand, a varázspálca műhelyből, Sátán varázspálcának a műhelyéből, elhiszik, hogy ezért, mert megvan az összes Jézusos film, amit valaha azóta, hogy filmgyártás létezik,
hogy ezért már Istentől való bocsánatuk és üdvösségük van, ugye? Igen. Tehát ez is egy óriási becsapás. Igen, mert ez is az érzékiség, tehát érzelmeket érint meg, és azt hiszik, hogy csak mert mélyen megindulnak ezeken a filmeken, az azt jelenti, hogy akkor ők Isten szemében elfogadottak. Így van. Amiket elmondtál, nagyon súlyos bűnök, de még olyan emberek se kellenek a mennyországba, és én azok között sem szeretnék élni, akik